Kedves fiatalok! Szeretnék a következőkben egy néhány igét figyelemetekbe ajánlani a cselekedetek könyvéből fiatalokról. Legalább négy fiúval szeretnék foglalkozni, és négy egy leánya. Úgyhogy van Biblia kezetekben, akkor keressétek ki az igéket. Sorba vesszük, nem tudok részletesen mindegyikkel foglalkozni, de így csokorban ajánlom a figyelmetekbe mindegyiket, és néhány szót fűznék hozzá mindegyikhez, és ennek alapján bocsátani el benneteket erről a konferenciáról. Vegyük a fiukat. Kezdjük a Cselekedete könyvének ötödik részével. A kérdés az, hogy milyen módon szolgáljuk az Urat. Szolgálatra jelenkezünk, és lássuk, hogy milyen szolgálatról van szó. Az első versről olvasom, a 11-es verssel befejezőleg. Egy ember azonban név szerint Anániás, Safirával, az ő feleségével eladá birtokát, és félretűn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letevé. Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalhat el a sátánat a szívedet, hogy megcsalda a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazottál, hanem Istennek. Halván pedig Anániás a szavakat, lerogyott és meghala, és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala. Az ifjak pedig felkelvén begöngyölék őt, és kivivén eltemeték. Történt aztán, mint egy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva mi történt, beméne. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok ilyen a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta néki, Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ími a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összeragyott lábainál, és meghala. Bemenni pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemedék férjem És támad a nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezeket hallják vala. Össze vannak gyűlve a hívők egy helyen. Az apostolok ott vannak bent. Tele a ház. Nem tud mindenki leülni. A fiatalok az ajtóban állnak a küszöbnél. Jön Anániás. Hazudik, összeesik, meghal. Kitemessel. Azt mondja az ifjak, a fiatalok. Akart a Észre Észreveszitek, hogy egy Isten tiszteleten jelen vannak a fiatalok? És Péter Apostól sajnos, hogy ilyen helyzetben kellett most, hogy intézkedjen, rámutasson az ő bűnükre, de a fiatalok jöttek, fölvették, kivitték és eltemették. Kedves fiatalok, sokféle szolgálat van, sokféle teendő van. Lehet nem akartak ők ilyet, nem azért mentek oda, hogy anna aznap temesenek. De nézd meg, hogy vannak olyan teendők, amikre nem számítasz. Ha szolgálatra jelenkezel, nem válogatsz a szolgálatban. Így van? És néz körül, hogy milyen szükség van, hát nem maradott a földön, el kell temetni. Nem mondasz, azt, hogy nekem erre nincs karizmám. <laughs> de igen, ha fiú vagy, van karod, van bicepszed, vegyed az ásót és temet is. De ez, ez, itt tény. Nézzetek szembe ezzel a, ezzel a hétköznapi dologgal. Ki gondolt volna, Isten tiszteleten énekelünk, imádkozunk, de nem Ilyet csinálunk. De a fiatalok, mind a két esetben a fiatalok jöttek. És Péter Apostol másodjára ki is fejezte, hogy a küszöbön vannak azoknak a lábaik, akik a férjedet kivitték. És téged is kivisznek. Tehát megint csak a fiatalokra számít Péter Apostol. Nem mondta, hogy idősek vigyék ki Safirát utána. Tehát számít rájuk. Hadd számítsanak, térjátok az idősek minden területen, hogyha kell lejetek elérhetőek. Ez az egyik a fiúkról. Egy másik ige. A hetedik rész, cselekedet a könyvének hetedik részében, olvassuk egy ige verset most, az 58. verset. István megkövezéséről van szó. És kiűzvén a városon kívül megkövezék, mármint Istvánt, a tanokbizonságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevű, nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Felfigyeltél már erre a versre, hogy amikor az Istvánt megkövezők lerakták a, lábai, a, a, a ruháikat Saulus lábaihoz, akkor fiatalnak van nevezve Saulus. Ifjúnak. Tehát Pálapostól, aki hamarosan megtér, ő fiatal. Tehát Isten, mikor a damaszkuszi úton őt megmentette, egy fiatalt mentett meg. És képzeld el, hogy ő fiatalon hogy beleadta magát. Megtérés előtt úgy beleadta magát a farizáusságba, hogy felülmúlta az ő kortársait mindenben. Galaták, egyben olvasok ezt. Tehát ő, ő korábban mindenkit túl teljesített. Most, hogy megtért, minden apostolt túl teljesített. Azt mondja, többet munkálkodtam, mint azok, minnyáján. De nem én. Nem azt mondta, hogy büszke vagyok rá, hanem hálás vagyok Istennek. Isten kegyelme az én bennem. De Isten használhat fiatalokat. Egy ilyen fiatal, mint ő, olyan buzgó volt, hogy hozzájárult a szavadatával mások kivégzéséhez. Utána férfiakat, nőket börtönbe vettetett, de utána megtért. És átadta az életét, az irányítást Jézusnak. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Na, hát egybe, ott megmondják neked. És amit más mondanak neked, azt követed. Egy tanítványtól majd hallod az én üzenetemet, Anániástól. Fiatalként meg lehetsz mentve, és ez a Saulus fiatalként meg lett váltva. Spörgyő mondta azt, hogy Istennek nincs szüksége a tudásodra, még kevésbé a tudatlanságodra. Ezért tanulj. Az Ószövetségben Isten legjobban Mózes használta fel, aki Egyiptom minden tudományára meg volt tanítva. Legjobban Mózes használta fel. Felhasználta Ámost is, aki barompásztor volt, és szentleg által ihletett könyvet írt. Az új szövetségben is felhasznált halászokat, meg másokat. De Pálapustolt, aki Gamália lábánál tanult, felhasználta jobban, mint bárki más. Adj bele mindent a tanulásba, szolgálatba, legyél elérhető. Fiatalon. Fiatalon. Következő ige. Cselekedetek könyvének 20. részét keresitek ki. Olvasom most egy hosszabb ige szemügyre véve, a hetedik verstől kezdve. Héttől tizenkettőig. A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére Pál predikálva nekik, s mivel, hogy másnap el akarra menni, a tanítás már nyújtá éjfélig. Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe a gyülekezve. Egy eutikus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve. És mivel, hogy pár sok ideig prédikála, elnyomotván az álom által, aláesik a harmadik rend házból, és halva vétetik föl. Pál pedig alámenvén reáborula, és magához ölelve mondta, ne háborogjatok, mert a lelke benne van. Azután fölméne, és megszegi a kenyeret, és evék. És sokáig, mind víradatig beszélgetvén, úgy indula, indula el. Felhozzák pedig az ifjat elevenen, és felette igen, megvigasztalódának. Egy másik fiatalról van szó, eutikusról. A gyülekezetben van jelen, pálápostól prédikál. Többet soha nem jön vissza közéjük. Utolsó lehetőség, hogy Pálápostot hallgassa, és alszik. Pál gondolsz, ha, ha te hallgatnál utoljára a és ő itt lenne köztünk, ugyan? Hát akkor. Tehát ott szája hallgatnád, mondjuk magyarul? De ő nem. Lehet aludni fiatalon is Isten Sajnos. Idősen is. Sajnos. De eotikus itt elaludt. És az ablakba ült. Hogy miért itt találgathatunk, gondolhatunk több mindenre. De a lényeg az, hogy fiatalon ott ült az ablakban. Kérdezek téged, hogy vagy jelen otthon a gyülekezetben az alkalmakon? mennyire van ott a gondolkodásod a prédikáción, a bizonságtevésen, az ének szövegén, a versen, hogy abból te nyer üzenetet, aktívan hallgatod, vagy ablakban ülsz. Határvonalat keresel. Légy jelen. Nem miattad háborogjanak a többiek. Nem miattad botránkozzanak meg mások. Hogy a telefon bütykölöd, vagy bóbiskolsz, vagy beszélgetsz mással. Vagy lehet figyelsz, úgy tűnik, de gondolatban máshogy jársz. Isten azt is látja, ugye? Mert lehetséges. Sajnos. Így is lehet eutikusnak lenni. Olyan aktívan figyelsz, csak nem oda gondolsz. Legyél teljesen jelen az alkalmon. Ez a harmadik fiatal képe számunkra. Harmadik ige. Mert az első nél, amikor Anániás, mert Safira kivitték, hogy több, több számba vannak az ifjak. Jó? A negyedik fiú. Cselekeltek 23. Egy névtelen hős. Meg nem énekelt hős. Olvassuk a 16-os verstől, 12-es verstől kezdve. Abcse 23, 12-től 22-ig. Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén átok alatt kötelezték el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik pált. Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez mondának, átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízelünk addig, míg meg nem öljük pált. Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanácsol egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok mintha az ő dolgának tűzesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minek előtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni. Meghalván azonban a pál nőtestvérének fia egy, csel, egy cselvetést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adá pálnak. Pál pedig egyet a századosok közül magához hivatván mondta, ezt az ifjat vezet az ezredeshez, mert valamit akarnék jelenteni. Azon a kokáért maga mellévé az ezredeshez, és mondta: A fogoly pál magához hivatván engem kéri, hogy ezt az ifját hozzád vezesse, mert valamit akarnéket mondani. Az ezredes pedig őt kézen fogván, és félre vonulván külön tud tudakolá, Micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz? Azt pedig mondta, a zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy párt holnap vidla le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudokozni ő felőle. Te azért ne engedj nekik, mert közülük negyvennél több férfi leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozva a üzenetedre. Az ezezes tehát elbocsáta az ifjat, meghagyván neki, hogy el nem mond senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem. Itt van egy fiatal, nem tudjuk a nevét. Pálapostonak volt egy leán testvére, egy nővére. Annak volt egy fia. Ő lehet nem prédikált. Ő lehet nem volt megbízva ige hirdetéssel, nyilvános szolgálattal, de meghallotta, hogy milyen cselveté szőttek a zsidók pálapostól ellen. És úgy szolgál most, ahogy ő tud. Tudtára adja ezt. Pálnak, utána pedig az ezredesnek. Ha ő ezt nem tette volna, emberileg nézve, pálapostól nem tudott volna bizonságot tenni a császárnak. Belegondolsz? Emberileg nézve ő mentette meg Pálapostolt, és juttatta előbbre a missziós úton, hogy a császár is meghallja az evangéliumot. Néha a misszióban olyan dolgot tehetsz, hogy kezelsz egy, egy mikrofont, egy hangfalat, felhangolsz, felhangolsz egy gitárt, cipelsz valamit a táborba, vagy a konferenciára, megszámolsz valamit, adakozol, adsz valamit, vannak ezek a háttérmunkák, amit végezhetnek fiatalok is. Ő kockára tette az életét azáltal, hogy ő ezt merte jelenteni. Belegondolsz ebbe? Ő kockára tette az életét azáltal. De mert lehetek bátor fiatalok. A misszióban ilyen is, ö, ilyen munka is adatik, ami nem... nem frontvonalban való munka. Nem prédikálás. Nem általa térnek meg most emberek, de általa menekül meg egy lélekmentő. Tehát végezzétek azt, amit ti tudtok a misszió érdekében. Akár a frontvonalba kerültök, akár háttérből támogatjátok a frontvonalban levőket. Vagy ment a misszióba, téged a gyülekezet, vagy te támogatsz mást, akit küldtök a gyülekezettel együtt. De mindenképpen csapatmunkában vagyunk. Tehát ez egy olyan fiatal, akit elnevezhetünk egy meg nem énekelt hősnek, mert tényleg az. Ez a fiú egy csoda számomra. Hogy milyen módon ő, ha ő nem tért volna meg, nem is szállt volna a sikra pálapostod életéért. Hagyta volna, hogy halljon meg. Az ilyennek meg kell halnia, hogyha ő egy Mózeshez hű fiú lett volna még mindig, és nem egy messiásban hívő fiú lett volna. Már. Belegondoltok? De ő megtért. Pálapostolnak a családtagja, az unoka öccse meg van térve, és védi az életét. Hála az unok érte. Menjünk most én leányhoz, jó? Cselekedtek, hogy a 21. részéhez lapozatok vissza. 21. Olvasom a 8-as és 9-es verset. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ővele valánk, érkezünk Cézáriába. És bemenvén a Filep evangelista házába, ki a ma hét közül való vala, őn áll a maradánk. Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik profitálnak vala. Négy leány. Nem tudjuk a nevüket. Filepnek a leánya. Filep a hét közül való. A hét közül való volt István. De Filip is, a diakónus, aki evangélista lett, vagy evangélista is lett, van családja, négy leánya van, és két dolgot mond róla erről a négy leáról. Először is az, hogy milyen az ő karakterük, az ő jellemük, életük, ők tiszták. Másodjára, milyen az ő karizmájuk. A lélek gyümölcse, és a lélek ajándéka. Az előbb pont szó volt arról, hogy nem tudtunk kitérni. Most kitérek én erre a kérdésre, jó? Tehát a lélek gyümölcse, hogy te önmegtartóztató vagy, a tisztaságra nézve mondom ezt, mindeneknél fontosabb, a karizmáknál is fontosabb. Mert ha neked nincs meg ott a lélek gyümölcs az életedben, akármilyen lelki ajándékaid vannak, azoknak a gyümölcsnek hiánya miatt nem leszel felhatalmazva az ajándékaidat használni a gyülekezetbe. De hogyha az életed tiszta, becsületes vagy, tiszta, önmegtartóztató, fegyelmezett, akkor ha nincsenek is nagy, szenzációs, természet fölötti ajándékaid, de amit van, a gyülekezetben használhatod, és mehetsz vele előre, és szolgálhatsz. Nos, ez a négy leány, tehát amellett, hogy ők a karakter szempontjából tiszták voltak, a szolgálat területén az adó ajándékaikkal, karizmáikkal profétaként szolgáltak. Profétaként. Az abcsel 2017 ben azt, azt idézi Péter Apostol Jóelkönyvétől, hogy lesz, hogy az utolsó napokban kitöltök az én lelkemből, azt mondja az Úr, minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok. És ifjaitok álmokat, látásokat látnak, és vényeitek álmokat álmodnak. És itt van most ez a négy leány, és ők Ne felejtsétek el, mi különbséget teszünk a profétálás között, és a gyülekezetben a tanítás között. A gyülekezetben profitálhatnak nők, imádkozhatnak nők, egykorintus 7-ben olvassuk, 11-ben pontosabban, hogy imádkoznak és profitálnak, befedett fejjel, és más helyen pedig a tanítást nem engedem meg az asszonynak. Tehát van valami különbség a kettő között. A profitálás a hívőknek beszél épülésre, vigasztalásra. És rámutat Jézusra a próféta. Minél világosabban mutatsz rá Jézusra, annál jobb próféta vagy. Mert a Jézus bizonságtétele a profétaság lelke a jelenés 1910 szerint. És ezt végezheti férfi és nő, fiú és leány. És itt négy leány végzi. De a gyülekezetben a tanítást, hogy mi a helyes, mi nem, mit szögezünk le, és mi áll meg, azok a, azokat Isten, azoknak a meghatározását, és azoknak az, a szolgálatot Isten a férfiak közül egyesekre bízta. Ezt ő így rendelte, nem mint hogy a férfiak különbek lennének, hanem mert hát így bízta. A férfiak, hogyha nem lenne ez a férfiak feladata, szívesen átengednék a nőknek, mert nem akarnak vállalni felelősséget. Milyen baj, ugye? A fiúk vállalja a felelősséget. De visszatérve ezekre le a leányokra. Négy leány, és legalább négy fiú az abcselben szolgálnak a gyülekezetekben. Hát ti, ti nem vagytok kevésbé fiúk vagy lányok, mint ők voltak? Nem. Szolgáltok ti is. Amilyen módon adatik lehetőség rá lehetek az úré, jelentkezzetek. Ha nem tudjátok, hogy hogyan szolgáltok, kérdezzetek meg a pászat, a felelősségi tagokat. Lássuk, mit mondanak rá. De szolgálj, és a szolgáltokat fogad örömmel, épülj általuk. Jelentkezz önként, vagy felkérésre, bármilyen módon. Itt van előttünk, egy könyvben. Külön kiemeli a fiatalokat. Nekem ez tetszik. Külön megnevezi fiúkat és a lányokat. Legyél az úr szolgája. Add át magad az úrnak mindenek előtt. Szolgáld őt örömmel. Tedd az oltár az életedet. Itt vagyok, uram. Használj, formálj, ahogy neked tetszik. Mutasd meg, hogy hol szolgálhatok. És nem azt nézték, hogy milyen nagy a gyülekezet, milyen, mennyi fiatal van a gyülekezetben, Ilyenről ja, semmit nem olvasunk, ilyen kontextus, ugye, ilyen kérdésről. Jelen vannak, helyben vannak, ott a helyük. Ha nincs hely bent, állunk a küszöbön. Ablakba? Hmm. <laughs> Vigyázz, ne aludj el. De ott vagy jelen. Ott vagy jelen. Mi a végkövekezetés? Szolgáld az urat örömmel teljes odaszállása, fiúként és lányként. Tiszta karakterrel és jellemmel. Ne menj a világ után. a áldékaid vannak, ami a szükség néz körbe, próbál segíteni a dolgon, és a gyülekezetet építeni. Ágyam meg az útadeket így, mindjártok, az kívánom a szívemből. Ámen.